Sziasztok! Várjál. Akkor nem sziasztok. Sziasztok, Matilda vagyok, és vége az októbernek is, ami azt jelenti, hogy mindjárt december és mindjárt karácsony, de még csak november van, na mindegy, szóval. Vége az októbernek is, úgyhogy lássuk, milyen könyveket olvastam a hónapban. Hát októberben is kicsit küszködtem így az olvasás terén, mert egyetlen egy könyv volt olyan, amit tényleg gyorsan ki tudtam olvasni, és még élveztem is. A legelső könyv, amit a hónapban sikerült kiolvasnom, az ráadásul nem is egy olyan könyv volt, amit én akartam elolvasni, mert kötelező olvasmány volt magyarra. Ez pedig Kosztolányi Dezső... Ez pedig Kosztolányi Dezsőtől az Édes Anna volt. Ahhoz képest, hogy kötelező olvasmány volt, meglepően élveztem, kb. Szerintem eddig ez volt az a kötelező olvasmány, amit az összes közül, amit elolvastam, a legjobban élveztem. Bár magamtól nem olvastam volna el, de egyébként egész jó volt. Úgyhogy ez egy jó pont a kötelező olvasmányoknak. A második könyv, amit olvastam, az a Harry Potter stúdióban szerzett ilyen guidebook volt. Igazság szerint ebbe így a Harry Potter filmeknek ilyen kis kulisszatitkai voltak, tele képekkel a stúdióból, de nagyon rövid volt, mint látható. Ennyi. Értelmesen tudok beszélni. A harmadik könyv, amit sikerült kiolvasnom a hónapban, az a könyv volt, amit még szeptemberben kezdtem el, csak egyszerűen annyira nem tudtam olvasni, mert nem az volt a könyvben, mint amire számítottam. Tehát egyébként nem volt rossz könyv, csak én nem ezt akartam olvasni, és ezért nagyon nehezen haladtam vele. Ez pedig a Now That I Found You volt. A történet alapvetően arról szól, hogy van... Elfelejtettem a nevét. Winnie. Van Winnie és van Ellen. Nagyon jó memóriám. Szóval a történet arról szól, hogy van Winnie és van Ellen, és hát ők találkoznak, illetőleg Winnie egy taxisofőr, és mindig ő viszi Ellent a kórházba. És én arra számítottam, hogy ez a történet ilyen nagyon cuki, nagyon romantikus, nagyon jó lesz, és így fogom olvasni, hogy úristen! Nem. Ez egy hatalmas nagy dráma volt, szóval ezért nem is nagyon tudtam vele haladni. Nem is történt kb. Benne semmi olyan, ami engem nagyon izgatott volna, és így csak így olvastam. Plusz írtásszólással volt írva, úgyhogy az így elég fura élmény volt. Egyébként, hogyha ilyen stílusú könyvet akartam volna olvasni, akkor biztos jobban élveztem volna, de az ilyen típusú könyvek, mint ez volt, engem egyáltalán nem érdekelnek jelenleg. Elolvastam a hónapban a Mary Poppins... Bocsánat, a csodálatos Mary-t. Hát ez egy nagyon fura élmény volt. És egyáltalán nem az a fajta élmény, amit szerettem volna, mert én így Mary Poppins az én fejemben valahogy másként néz ki, mint ebben a könyvben, és ebben a könyvben Mary Poppins engem csak nagyon-nagyon idegesített. És a sztorik is furák voltak nekem, de oké, ez egy nem egy mai könyv, de akkor is nekem ez furcsa volt, és én azt hittem, hogy nagyjából valami olyasmi történetet kapok vissza, mint amilyen mondjuk a musical, mert azt láttam, és így valahogy olyasmire gondoltam, vagy mint a Nanny McPhee, szóval valami olyasmi történet volt Mary Poppins köré építve a fejemben, és ez nem az volt. Szóval ez egy furcsa élmény volt, és így nem nagyon tudok mit kezdeni vele. Az utolsó könyv, amit sikerült kiolvasnom a hónapban, ezt nagyon vártam, hogy megjöjjön, és nagyon vártam, hogy elolvashassam, és ezt legalább gyorsan sikerült ki is olvasnom, már csak úgy faltam, mert ez egy nagyon jó könyv. Ez Lila Bowen-től a Conspiracy of Ravens. Ez a Wake of Vultures-nek a folytatása, a The Shadow sorozat második része. És nagyon jó volt, és imádom. Ez az egyik új kedvenc sorozatom, tehát ezt idén fedeztem föl, ezt a sorozatot, és imádom. Eddig már el is kezdtem a harmadik részét, mert az is megjött, és már csak a negyediket kell beszereznem. Ez a könyv ugyanott folytatja a történetet, ahol az előző abba hagyta, és nagyon izgalmas, és nagyon jó. Ez egy ilyen western világban játszódó fantasy. Szörnyek vannak benne, folyik a vér, izgalmas, kalandos, nagyon jó. Én ezt mindenkinek csak ajánlani tudom. Magyar fordítása még nincsen, de ha valaki nekiveselkedne tényleg, ez egy nagyon-nagyon jó könyv.
Én ezeket a könyveket olvastam októberben, és ti mit olvastatok októberben? Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, vagy ha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!